Ünnepélyes keretek között a Vármegyeháza címer termében vették át megbízó levelüket a Fejérvár megyei közgyűlés június 9-én megválasztott tagjai, valamint a német területi nemzetiségi önkormányzat és a roma területi nemzetiségi önkormányzat megválasztott tagjai is. Megbízó leveleket a Fejérvár megyei területi választási bizottság elnöke Szabó László adta át, aki elmondta, az újonnan megválasztott képviselők megbízása október 1-től kezdődik. Októberbe lépnek ugye hatályba, amikor felállnak az új képviselőtestületek. Hát a választásokat ugye le kellett most bonyolítani a törvény alapján. Jogorvoslati eljárások ugye még az országban több helyen is futnak, tehát ezek bírósági eljárások. A jogalkotó ezért célozta alapvetően meg ezt az októberi időpontot, hogy ezek lezárulhassanak. Molnár Krisztián, a Fejérvár megyei közgyűlés elnöke is most vette át mandátumlevelét. Úgy fogalmazott, a megbízó levelek felhatalmazást és felelősséget jelentenek mindannyiuk számára. 20 fős megyei közgyűlés képviselői vehették át ma a mandátumot a júniusi önkormányzati választást követően. Én szeretném megköszönni minden választópolgárnak, aki Fejérvár megyében szavazott, pártpolitikai hovatartozástól függetlenül. Több mint 57%-os részvételi arány volt itt a Vármegyében, azt gondolom ez egy magas legitimációt biztosít mindannyiunk számára, és külön köszönöm a választási szervek, mind az irodák, mind a bizottságok munkatársainak a munkáját, aminek köszönhetően itt Vármegyénkben is törvényes és szakszerű lebonyolítás volt a választás során. Molnár Krisztián hozzátette, a Fidesz-KDNP tekintetében az elmúlt két ciklust követően a csapat nagy része megmaradt, így továbbra is teljes erőbedobással folytathatják a közös munkát.